A légitársaság egy kétfős kooperatív társasjáték, amelyben egy pilóta és egy másodpilóta a világ különböző reptereinkkel, hogy biztonságban letegye a gépet. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, illetve egy repülési naplót, amelyben a plusz modulok, illetve forgatókönyvek vannak leírva, és én most itt az első játszmát készítettem elő. A játéknak fontos része a korlátozott információ. Így a játékosok nem láthatják egymás kockáit. Emiatt mindkét játékosnak van egy-egy paravánja. És a paravánban van egy kis segédlet is. Én a felvétel elkészítéséhez félre rakom ezeket a paravánokat, hogy minden jól látható legyen. A tényleges játék során azonban a paraván mögött kell a kockákkal dobni, és a saját tartalékunkban lévő dobókockák a másik játékos számára nem szabad, hogy láthatóak legyenek. lehetőség szerint a játékosok üljenek egymás mellé, és a vezérlőpult legyen kettejük között. Ezt a fordulási jelzőt helyezzük ide úgy, hogy a nyíl középre mutasson, tehát a repülőgép alapjáraton viszintesen kezd. Van egy kék, illetve narancsárga aerodinamika jelölő, Ezeket helyezzük a kezdőértékekhez. A játéktáblán meg van jelölve egy kék, illetve egy narancsárga pöttyel a két kezdőérték. A fékjelölőt a sáv elejére kell tenni. Az lesz a pilóta, aki a vezérlőpult bal oldalán a kék oldalon ül. Ő vegye magához a négy kék dobókockát. A narancsárga oldalon ülő játékos lesz a másodpilóta. Ő vegye magához a narancsárga kockákat. A magasságsávot a sárga-zöld oldalával felfelé csúsztassuk a vezérlőpult jobb felső részében, úgy, hogy a kijelzőn a 6000 láb legyen látható, és helyezzünk egy-egy újradobás jelölőt arra a két mezőre, ahol az újradobás ikon látható. A kijelző mindig megmutatja, hogy milyen magasan van a repülőgép, a másik kijelzőhöz pedig a megközelítés sáv kerül. Az első játszmában a Montreali repülőtérre lesz szükség, és a kijelzőn itt ezek a felhők láthatók a játék elején. A megközelítéssel minden mezőjére annyi ilyen repülőgép kerül, amennyi a mező bal szélén látható, tehát egy, kettő, illetve három repülőgép kerülhet egy-egy ilyen mezőre. A többi repülőgép tegyük félre. A kávé jelölőket helyezzük a vezérlőpult mellé, és bizonyos kockamezők alá kapcsolók kerülnek, Ezeket a kapcsolókat úgy kell lehelyezni ezekre a mezőkre, hogy takarják a zöld lámpákat, így a játék elején minden kapcsoló gyakorlatilag ki van kapcsolva. Ezt követően kezdődhet is a játék. A játék 7 fordulón tart, és minden forduló három fázisból áll. Az első fázisban a stratégiai megbeszélés során meg lehet beszélni, hogy az adott fordulóra mi legyen a stratégia, mire törekedjenek a játékosok. Ha az aktuális magasságnál van újradobás jelölő, akkor azt a játékosok megkapják, és a saját készletükbe helyezik azt. Amikor a játékosok végeztek a megbeszéléssel, akkor a paraványuk takarásában dobjanak a négy dobókockájukkal, és innentől kezdve a forduló további részében nem szólalhatnak meg, nem hozhatnak meg egymással semmilyen információt. A második fázis következik a kocka lehelyezés. Itt a játékosok felváltva jönnek, az aktuális magasság kijelöli, hogy melyik játékos lesz a kezdő kezdőjátékos, tehát az első fordulóban a kék játékos kezd, és felváltva helyeznek le egy-egy dobókockát a játékosok. A második fordulóban majd a narancsága játékos kezd, és úgy kerülnek sorra a játékosok felváltva egymás után. Amikor egy játékos sorra kerül, akkor kizárólag egyetlen dobókockát helyezhet a vezérlőpultra a paraványa mögül. A pilóta a kék dobókockákat alapvetően csak a kék jelölésű mezőkre helyezheti le. A másodpilóta a narancsága dobókockákat csak narancsága jelölésű mezőkre helyezhetlen, és itt alul van három mező, ami kék, illetve narancsága jelöléssel is rendelkezik, így ezekre a mezőkre bármelyik játékos helyezhet dobókockát. A színfeltételek mellett bizonyos mezőknek értékfeltétele is van. Erre a mezőre kizárólag kettes, erre kizárólag négyes, erre pedig kizárólag hatos értékű dobókocka helyezhető, és van néhány mező, a egy picit megengedő bennél. Ezekre a jelölt két érték valamelyike helyezhető le, tehát például ide vagy egyes, es vagy 2 ide vagy négyes, es vagy 5 és így tovább. Végezetül még egy fontos feltétel van. A másodpilóta oldalán ezeknél a mezőknél nyíl látható, ami azt jelenti, hogy föntről lefelé kell majd ezeket aktiválni. Tehát először mindenféleképpen ezt a mezőt kell majd aktiválni, és hogyha itt átkapcsol a kapcsoló zöld lámpára, akkor lehet tovább haladni a következő mezőre, és így tovább, és ugyanez igaz itt a féknél is, tehát nem lehet először 4-est vagy 6-ost lehelyezni, mindenféleképpen 2 kell, és hogyha ez be van kapcsolva, akkor lehet a következő mezőre tovább haladni. A többi mező tetszőleges sorrendben aktiválható. Minden fordulóban mindkét játékos tehát négyszer kerül sorra, sorra kerülve egy-egy kockát kell lehelyezni, és a korábban említett feltételeket betartva, a a körében bármelyik mezőt használhatja. Fontos azonban, hogy a forduló során mindkét játékosnak kötelező a fordulási jelzőhöz tartozó két mezőre, illetve a hajtómű két mezőjére dobókockát helyezni. Ez azt jelenti, hogy mindkét játékos két dobókockáját kötelezően erre a két mezőre kell, hogy helyezze, de ez nem kell, hogy az első két akció legyen a fordulóban, ezt a forduló során Bármikor meg lehet tenni, amikor egy játékos sorra kerül. Nézzük is már akkor a vezérlőpult különböző részeit, különböző lehetőségeit. Kezdem a fordulási jelzővel. Ez mutatja meg, hogy a repülőgépünk mennyire van vízszintesen, vagy milyen irányban fordulunk el. Amikor egy játékos dobókockát helyez ide, és az az egyetlen dobókocka ott, nem történik semmi. Tegyük fel, hogy ez volt a pilóta első akciója. A második következik, és a fordulási jelző, a második dobókocka is felkerül, akkor össze kell hasonlítani a két dobókocka értékét, és a nagyobb érték felé fordul a fordulási jelző, mégpedig annyi értékkel, amennyi a két kocka értékének a különbsége. Ilyen esetben ez kettő, tehát a nagyobb irányba kettőt fordul, és amíg az öt nyíl bármelyikére mutat a fordulási jelző fehér nyila, addig rendben van a repülőgép. De ha egy ilyen kiindulási helyzetben került volna fel ez a két dobókocka, akkor a fehér nyíl a piros x-re mutat, vagy azon túl, a repülőgép megpördül, a játékosok pedig azonnal elveszítik a játékot. Ha például egy ilyen kiindulási helyzetben ez a két dobókocka került volna ide fel, akkor a pilóta irányába fordul hármat a fordulási jelző, és a játék folyamán. Ebben a tartományban nyugodtan foroghatunk, a játék végére azonban vissza kell helyeznünk visszintesbe a gépet, csak úgy szállhatunk le. Következő rész a hajtóművek. Ide is bármilyen értékű dobókockák kerülhetnek. Az első dobókocka felhelyezésekor még nem történik semmi. A második dobókocka felhelyezésekor azonban rögtön meg kell nézni a két érték összegét. Ez lesz a repülőgép aktuális sebessége, és a sebesség alapján 0, 1 vagy kettőt lehet haladni. Amennyiben a két dobókocka összértéke kisebb, mint a kék aerodinamika jelölő értéke, ilyen esetben tehát 2, 3 vagy 4 lehet ez, akkor a repülőgép egyáltalán nem halad. Tehát amennyiben ide mondjuk egy ilyen kombináció került volna fel, akkor a gép egyáltalán nem halad, mert a kék aerodinamika jelölő aktuális pozíciójához képest az összérték kisebb. Ha a két hajtóműnél lévő dobókocka összértéke a kék aerodinamika erőlőnél nagyobb értéket mutat, de a narancsárgánál kisebbet, akkor a repülő egyet halad. Ebben az esetben 6 meg 2 az 8. Ez az érték a két jelölők között látható, így a repülőgép egyet halad. Ilyenkor a megközelítésávot sávot egy mezővel lejjebb kell csúsztatni. Ha pedig a kockák összértéke nagyobb, mint a narancsárga aerodinamika jelölő pozíciója, akkor a repülőgép kettőt halad, azaz a megközelítésávot kettővel kell lejjebb csúsztatni. És ez egy most rendben volt, az aktuális kijelzőn lehet repülőgép jelölő, azonban amennyiben egy ilyen helyzetben akár csak egyet is halad a repülőgép, és úgy kell a megközelítésávot sávot lejjebb csúsztatni, hogy az aktuális mezőn repülőgépjelölő van, akkor ütközés történik, és a játékosok elveszítik a játékot. Így működik tehát a vezérlőpult két fontos része, a fordulási jelző, illetve a hajtóművek. Ezek tehát kötelező akciók a forduló során. Ezt egy-egy kis felkiáltójel is jelöli. És akkor nézzük is a többi területet. A pilótánál egy, a pilótánál pedig kettő rádiós mező van, ezzel tudunk kommunikálni az irányított oronnyal, hogy csökkenjen a forgalom és ne történjen baleset. Bármilyen értékű dobókocka lehelyezhető a rádióhoz. Az érték pedig kijelöli, hogy az aktuális kijelzővel kezdve hányadik mezőről veszünk le egy repülőgépjelölőt. Az egyessel tehát rögtön innen lekerül egy repülőgépjelölő. Ha a másodpilóta például a kettes rakja be, akkor egy, kettő, a második mezőről kerül le egy repülőgépjelölő, és így tovább. Ez az akció egyrészt fontos lesz, hogy egyáltalán haladni tudjunk, de nem kötelező sorrendben levenni a repülőgépjelölőket. Például a másodpilóta majd lehelyezheti ezt a hármas kockáját, hogy erről a mezőről vegye le ezt a repülőgépjelölőt, akkor is, ha itt még marad másik repülőgépjelölő. Ha pedig olyan dobókockát helyezünk le, aminek az értékéhez üres mező tartozik, tehát ha most helyezne le a másodpilóta egy hármas értékű dobókockát ide, akkor ott nincs semmi, ilyenkor pedig nem is történik semmi, szóval nem érdemes ilyet tenni. Ez az akció pedig azért is fontos, mert a játék végére egyetlen repülőgép sem lehet a megközelítés tehát ezeket minden le kell venni a játék folyamán. A következő terület a futóművek, ezekhez három mező tartozik, egy 1-es, 2-es, egy 3-as, 4-es és egy 5-ös-6-os értékű. Ezeket csak a pilóta tudja aktiválni, és bármilyen sorrendben aktiválhatók, tehát akár a legal sor is lehet kezdeni. Amikor egy ilyen mezőt sikeresen aktivál a pilóta, akkor az alatt a lévő kapcsolót át kell kattintani, hogy láthatóvá váljon a zöld lámpa, és amikor valamelyik hajtóművet sikeresen kiengedte a pilóta, a kék aerodinamika jelölő egyen magasabb értékre halad, és a játék végére mind a három futóművet ki kell engedni. Tehát ez a győzelemnek egy fontos feltétele, és olyat is során figyelembe kell venni, hogy mivel a kék jelölő egyre magasabb értékre kerül, egyre nagyobb értékel a hajtóműveknél is, hogy legalább egyet haladjon a repülő. A pilóta oldalán a fékszányak hasonlóképpen működnek, itt viszont négy mező van, és a fékszányakat kötött sorrendben kell kinyitni, tehát fentről lefelé haladva. Itt is igaz, hogy amikor sikerül egy fékszányat kinyitni, akkor az alatta lévő kapcsoló zöldre vált, és a narancsárga arra jelölő egyen nagyobb értékre kerül. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hajtóműveknél egyre nagyobb összértékkel ahhoz, hogy kettőt haladhasson a repülő. Ezen a területen is igaz, hogy a játék végére az összes fékszányat ki kell nyitni. Ha ez nem sikerül, annak szörnyű következményei vannak. Ezen az alsó három mezőn lehet összpontosítani, ide bármilyen színű és bármilyen értékű dobókocka kerülhet, és lényegtelen, hogy milyen dobókockát helyeztünk ide, cserébe egy ilyen kávéjelölő kerül a vezérlőpultra. A vezérlőpultra kerülő kávéjelölők közösek, bármelyik játékos használhatja a saját körében, a kávéjelölőkkel pedig az aktuálisan lehelyezésre kerülő dobókocka értékét lehet csökkenteni vagy növelni. Minden felhasznált kávéjelölőért cserébe egyel csökkenthető vagy egyel növelhető a dobókocka értéke. A játékosoknak egyszerre a legfeljebb három kávéjelölőjük lehet, a dobókocka módosításához pedig több kávéjelölő is felhasználható, tehát például, ha a másodpilóta elhasznál kettő kávét, akkor a hármast vagy egyesre, vagy 5-ösre módosíthatja. Ezt követően pedig a módosított dobókockát kell lehelyezni a körében. Ezek a jelölők fontosak lesznek a játék folyamán, hogy megfelelő értékű dobókockát lehessen lehelyezni, a másik ilyen plusz lehetőség pedig az újradobás jelölő. Amennyiben rendelkezünk egy vagy kettő ilyen újradobás jelölővel, akkor felhasználhatjuk az egyiket, hogy bármennyi kockát újra dobhassunk, ráadásul a másik játékos is megteheti ezt. Tehát ha egy játékos úgy dönt, hogy a körében felhasznál egy újra dobás jelölőt, akkor kiválasztja a dobókockái közül, hogy melyeket szeretné újra dobni, és azokat újra dobja, és a másik játékos is eldönti, hogy a készletében lévő dobókockák közül mennyit dob újra. És már csak egy terület maradt, a fékek. Ennek a területnek a játékfolyamán nincs jelentősége, az utolsó fordulóban azonban kifejezetten fontos szerepet kap. A pilóta balról jobbra haladva kettes, négyes és hatos értékekkel behúzhatja a féket. Tegyük fel, hogy ezt az egyest esre módosítva behúzza az első féket az alatta lévő kapcsolót át kell kattintani, és a fék a piros jelölő egyel magasabb értékhez kerül. Amennyiben szeretné ebben a fordulóban még a 4-es 6-ost is bekapcsolhatja, de egy későbbi fordulóban, mivel látszik, hogy a 2-est már aktiválta, a 4-es következik, így azt bekapcsolhatja, átkattintja, magasabb értékre növeli a féket. És ahogy említettem, ennek a résznek a játék folyamán nincs jelentősége, azonban a játék végén, az utolsó fordulóban csak akkor tud sikeresen megállni a repülőgép a futópályán, ha a hajtóműveknél lévő két dobókocka összértéke a piros fékjelölő mögött van, tehát jelen esetben az összérték 2, 3 vagy 4 lehet, ha pedig mind a három fékbe van húzva, akkor az összérték akár 6 is lehet. Így tehát bár nem kötelező minden féket behúzni, megkönnyítheti a játék végén, hogy sikeresen megálljon a repülőgép. A forduló során természetesen, amikor egy dobókocka felkerül a vezérlőpultra, akkor az a forduló végéig ott is marad. És amikor már mind a két játékos felhelyezte a negyedik dobókockáját is, akkor a második fázis véget ér, és a harmadik fázis következik, ez a forduló vége. Ebben csökkenteni kell a magasságot, azaz ezt a sávot egyenlegebb kell csúsztatni. Minden játékos visszaveszi a dobókockáit a saját készletében, és új fordulóra kerül sor. A játékosok újra megszólalhatnak, az első fázisban megbeszéletik az újabb forduló stratégiáját, utána a paraványuk mögött dobnak a dobókockáikkal, és onnantól kezdve nem kommunikálhatnak egymással. A második fázisban a kijelölt kezdőjátékossal kezdve felváltva kerülnek sorra a játékosok, és amikor egy forduló elején a magasság kijelzőn ez a repülőgép ikon jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy ez az utolsó forduló. És a segédeten látszik, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy sikeres legyen a leszállás. Egyrészt a megközelítés sávon egyetlen repülőgépjelölő sem lehet. Minden fékszárny és futómű bekapcsolt állapotban kell, hogy legyen. A fordulási jelző pontosan viszintesen kell, hogy legyen, tehát a fehér nyíl Fölfelé kell, hogy mutasson, és az utolsó fordulóban a hajtóművekhez helyezett dobókockák összértéke a pirossal jelölt érték alatt kell, hogy legyen. Ha ez a négy feltétel megvalósul, a játékosok megnyerik a játékot, ha pedig bármelyik feltétel nem sikerül teljesíteni, akkor bizony sikertelen volt a leszállás. A játék folyamán ez a két sáv nem ugyanolyan ütemben mozog, a magasság minden fordulóban egyel csökken, pontosabban ezer lábbal csökken, a megközelítéssel való haladást pedig a hajtóművekkel, illetve az aerodinamikai jelölőkkel szabályozzuk, és elképzelhető, hogy előbb odaérünk a reptére, mint ahogyan az utolsó forduló következne. Ez önmagában nem probléma, ilyenkor a reptér fölött körözünk, de figyelnünk kell, hogy a hajtóműveknél kisebb értékek szerepeljenek, és ne haladjunk tovább a reptéren. Az azonban nagyobb probléma, ha nem érjük el a repteret, tehát az aktuális pozícióban nem a reptér van, az utolsó fordulóban. Ilyenkor a repülőgép lezuhan, még mielőtt elérni a repteret. Az egyértelműség kedvéért ez nem győzelem. A játékszabály végén vannak stratégiai tanácsok. A repülési naplóban, illetve a doboz különrekeszében. További játékelemek vannak, újabb repterekre látogathatunk el, újabb kívásokkal nézhetünk szembe, ezek különböző nehézségi szintűek és különböző modulok tartoznak hozzá. A légitársaság különböző moduljaira egy külön videóban térek ki, ebben a videóban most az alapszabályokat szerettem volna bemutatni. Aki szereti a kooperatív játékokat, tetszik neki a tematika, a játék működése, tegyen bátran próbát a légitársasággal. Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, megosztod, és feliratkozol a csatornára. Ha pedig támogatni szeretnél, a Patreon oldalon, a csatornatagsággal, vagy szuper megteheted, ezeket mind megtalálod a videó alatti sávban, vagy a videó leírásában.